Maradunk a témánál, de már Varga Márka, a Migrációkutató Intézet vezető elemzőjével beszélgetek. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hövényi György az imént azt mondta, hogy valószínűleg, legalábbis ő ezt sejti, választás után széthullik ez a migrációs paktum, végrehajthatatlan. Ha végrehajthatatlan, és egy véleményt hallottunk, akkor egyáltalán mi értelme van? Hát ahogy képviselő is elmondta, egy kompromisszumot kellett kötni, annyi balszerencse közt és sok viszály után, hogy kicsit irodalmian fogalmazzak. Tényleg az elmúlt 10 év Ben azt láthattuk, hogy nem tud dőlőre jutni a 3 nagy csoportja az európai tagállamoknak, mert nyugodtan felúszthatjuk erre. Ugye mit akartak a déliek? Vigyétek el innen őket, valami történjen, belerokkanunk az egész. Sokkal nagyobb. Így van, hát ők az egésznek szerintem a főszereplői alapvetően, tehát ez egyértelmű, óriási volt rajtuk a nyomás, a mai napig óriási rajtuk a nyomás. Ha egy kicsit csökken mondjuk Olaszországban, akkor megnő a Kanári-szigeteken, tehát állandóan mozgásban van, dinamikus ez az egész. Rekord mennyiségű menedékkérelmet nyújtott be 2023-ban az Európai Unióban, tényleg csúcsokkal dönt, és ennek a javarésze ezeknek az embereknek bizony a déli államokban érkezett. Mit akartak a nyugatiak és az északiak? Valahogy a határokat próbáljátok kordában tartani, a tengeri határokat, ami nagyon nehéz. Az áramlás egy kicsit lassabb legyen felénk, mint célországok felé, Franciaország, Németország, Skandinávok, stb. Mit akartak a keletiek? Bármiben belementek, csak kvóta ne legyen, kvóta lett a vége. Tehát azt gondolom, hogy valamit kifőztek, de az látható, hogy Magyarország és Lengyelország kivételével mindenki gyorsan a választások előtt rábólintott erre, és a következő 2 évben kell ezt majd implementálni. Tehát most júniusban az következik, hogy a bizottság, ugye a bizottság az marad, csak parlamentet választ az európai polgárok közösség, a bizottság az marad, október 1-én lép majd az új bizottság hivatalba. Az most ki fog adni egy implementációs ilyen guideline, tehát egy ilyen itinert, hogy mit kellene csinálni a tagállamoknak, és januárig a tagállamoknak be kell nyújtani, hogy ők a nemzeti szinten mit fognak csinálni, hogy ez életbe lépjen. Magyarország esetében ez egyszerű, most már hallottuk a politikai nyilatkozatokat, nem hajtják végre, ez nagyjából annyit jelent, hogy nem fogadják be az illegális migránsokat, illetve fizetni sem szeretnének utánuk. Ha ekkora a felháborodás, és ahogy olvassuk a különféle nyilatkozatokat, egyre több ország azt mondja, hogy ez nem jó megoldás, látszat megoldásnak tűnik, semmi értelme, hiszen nem kezelik a problémát, akkor egyáltalán mire jó ez? Mert a büdzsét azt nem fogja segíteni, hogy a közösbe beletenni, és ott vannak az illegális migránsok, akikkel meg valakinek törődni kell. A nyomás ugyanúgy a déli országokon marad. Így van, a nyomás az abszolút a déli országokat érinti elsősorban, illetve a keletiek is azért húzódoznak ettől, mert ugye náluk is van egy keletről őket érő nyomás. Ugye láttunk itt kerítésépítéseket. Tudjuk azt, hogy a finnek például ugye északon építik a kerítést. Sőt, ugye mai hír, hogy a finn miniszterelnök senkit nem akar beengedni keletről, aki bármilyen üldözhetés akár elől menekül akár, tehát nem is csak bevándorlási szándékkal érkezne mondjuk oda, hanem valóban üldözött. És ugye azt mondja, hogy lehet, hogy ez ellenkezik a nemzetközi joggal, de ez ideiglenes lesz, de ezt muszáj nekik megtenni. Tehát, hogy azt gondolom, hogy mindenkinek itt megvan a maga problémája, és sokszor elmondtuk már ezt, hogy ez inkább egy rossz kompromisszum, mint egy jó megoldás. Nagyon nehéz volt itt jó megoldást találni, hogy a büdzsé mi lesz elég, azt nem tudom, körülbelül 2 milliárd eurót irányoztak erre az egészre elő az európai vezetők. Most majd meglátjuk, hogy a tagállamok mit fognak kérni, egész biztos, hogy a déliek sok segítséget fognak kérni, szinte biztos vagyok benne, hogy ezt a keretösszeget, ezt meg fogja haladni az ő igényük. Tehát valahogy majd lesz, de igazából senki sem tudja, hogy lesz. A puding próbálja, itt tényleg az evés. A paktum az tényleg kötelezné például Magyarországot is, hogy migránstáborokat hozzanak létre, és hogyha igen, akkor ki határozza meg, hol és ott hány ember lehet? Ez egy nagyon érdekes dolog, mert a paktum ugye 10 rendeletből áll, és ugye mind a 10-ről szavaztak most a tanácsban. Tehát most ugye ezzel került sor az eljárás végére, majd megjelenik az európai közlönyben, de alapvetően most itt ez tényleg ez a szakasz legalábbis lezárult. Ugye korábban a parlament többsége elfogadta, nem túl nagy többsége, még a zöldek is ellene szavaztak, ők túl erősnek, túl keménynek tartották, ugye a jobboldali pártok pedig túl puhának az egészet. De ami a lényeg, hogy most elérkeztünk egy pontig, ugye ennek a paktumnak egy része az a rendelet, ami azt mondja ki,
hogy van egy bizonyos határon folyó eljárás. Ugye ezt nevezi a magyar politikai nyelv úgynevezett migránsgettóknak. Én nem nagyon látom, hogy ez miben különbözne egyébként a korábban teljesen elutasított tranzitzónáktól, hiszen ott határon kell bizonyos típusú embereket ott tartani, akiknek olyan származási országból érkeznek, amelyekben az elutasítottsági arány rendszerint 20%-os. Tehát, vagyis nem egy olyan országból, ahol háború van, stb., mert azokat az embereket el szokták utasítani, az ő menedékkerülőket el szokták utasítani. Ez emiatt, hogy a határon folyik ez az eljárás ezekkel az emberekkel szemben, ami mondom csak egy része az összes menedékkérőnek, ezeket nyilván ott kell tartani. És nyilván, mivel hogy a paktumnak ez is része, Magyarországnak is ebben részt kéne venni, tehát határon folyó eljárást is át kéne venni a déli tagállamoktól. Varga Már, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen.